Míg tart a bajnokság, a férfi kosárlabda NB1B-ben nem dőlt el, hogy ki lesz a feljutó, és az sem, hogy melyek lesznek azok a csapatok, amelyek ősztől a másod, illetve a harmadosztályban folytatják. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetség ugyanis legutóbbi elnökségi ülésén elfogadta a következő szezon versenykiírását, amely szerint az eddigi 12 csapatos keleti és nyugati NB1B-s csoport helyett ősztől egy 14 csapatos NB1B és egy 14 csapatos NB1C jelenti majd a bajnokság másod, illetve harmadvonalát. Azt várja a szövetség ettől a kezdeményezéstől, hogy a B-csoport küzdelmei még erősebbek lesznek, magasabb színvonalú mérkőzések lesznek ezeken a bajnokikon, hiszen azért ebben az évben is látható volt, hogy a B-csoport eleje és a B-csoport vége az más értékrendet képviselt és teljesen más játékstílust játszott. És talán a mérkőzések sem voltak annyira élvezhetőbbek, remélem, hogy így szorosabb és keményebb mérkőzések lesznek majd. Bár korábban felvetődött, hogy a jelenlegi egy légiós helyett ősztől kettő szerepelhessen az NB1B-ben, a szövetség elnöksége úgy döntött, hogy nem változtattak a jelenlegi szabályon. Én úgy gondolom, és szerencsére az elnökség többi tagja is úgy gondolja, hogy a B-csoportnak valóban a magyar játékosok játék lehetőségének kell lehetőséget adni, és ez a következő évben is így lesz, hogyha két légiós lett volna, ugye akkor megint a költségvetések emelkedtek volna igazából, és a magyar játékosoknak a játék lehetősége csökkent volna. Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen érdekünk az, hogy a magyar játékosok pályán legyenek. Én talán nem túlságosan elrugaszkodott, de én még azt is szívesen elvállalnám, hogy az A csoportban egy magyar 23 éven aluli játékosnak pályán kellene lennie. Úgy gondolnám, hogy követnünk kellene azt a trendet, ami a világon érvényesül. A fiatal játékosoknak sokkal nagyobb teret kellene engedni, hiszen láthatjuk, hogy akár a kosárlabdában, de más sportágakban is a 20 év körüli játékosok milyen teljesítményt tudnak nyújtani, és milyen meghatározó teljesítménnyel tudnak előrukkolni. Ősztől továbbra is kötelező egy fiatal, 1997. január 1-je után született játékosnak állandóan pályán lennie egy csapatban. A Nyíregyháza Blue Sharks már az alapszakaszban biztosította helyét az erősebb csoportban, a jelenlegi szezont az 5.-8. hely valamelyikén fejezik majd be a kék cápák.